Amit a többségében srácok behoznak a Mastermindon, azokat így próbálom összekötni, akár a saját networkömben, akár amit korábban mondott egy tag, tehát így tényleg így a pontok összekötése az én feladatom végső soron, illetve a beszélgetés nyilván elősegítés, hogy minél többet tudjanak egymásnak segíteni a Mastermind résztvevők. Alapvetően ugye megvan a Mastermindnak egy ilyen viszonylag kötött struktúrája, én egy picit lazábban szoktam tartani a Mastermindot, mint az a feszes struktúra, viszont ugye nálam fiatalok vannak, tehát nálam második generációs vállalkozók, tehát ugye a Next Generation csoportot viszem, és az átlag életkora szerintem ilyen 21-22 év, úgyhogy nem akartam ilyen nagyon szigorúan tartani, viszont így is tudjuk tartani az időkeretet, kicsit több a sztorizás, viszont ennek a korosztálynak én azt gondolom, hogy ez jobban illik, mint egy ilyen nagyon szigorú, nagyon katonás menetrend. Szakmailag amúgy én is sokat tanulok, tehát azért ritkán tud havi szinten leülni olyan vállalkozókkal az ember, akik ekkora cégekben vannak, és ilyen őszintén megnyílnak, és elmondják a problémákat, elmondják, hogy ők hogy oldották meg, hogy esetleg a szülők hogy javasolták, de ők mégis hogy szeretnék. Tehát ezeket a kis témákat és ilyen kis mini konfliktusokat nagyon érdekes kívülről szemlélni, és én is tudok belőle sokat tanulni. Személyesen egyszerűen jó haveri, baráti, emberi kapcsolatok alakulnak ki, és ezeket én nagyra értékelem. Nekem ez nagyon-nagyon kell, akárcsak a saját szakmai életem során, hogy legyen egy ilyen havi leülés, amikor egy kicsit őszintén tudom. Még ha én vezetem, akkor is én is bele szoktam tenni a saját részemet, én is el szoktam mesélni saját történeteket. Tudom, hogy van olyan mesterelmevezető, aki nem feltétlenül preferálja azt, hogy ő meséljen, én szerettek mesélni a saját életemből. Nyilván ez abból is adódik, mert ugye én marketingben, digitális marketingben vagyok, és ugye az összes tagnak érdekes a digitális marketing, mint terület, tehát én szeretnék is ebben adni nekik. Hiányozna egyértelműen, tehát ez nem kérdés.